Tehát világosan meg kell mondani, hogy az ország tönkretételéért az ország mostani vezetőit terheli a felelősség. Ezt a felelősséget meg kell állapítani, és ott, ahol ez ráadásul törvénysértő cselekedetekkel párosult, és jó okunk van föltételezni, hogy ez nem egy, hanem inkább sok alkalommal történt meg, abban az esetben a felelősséget érvényesíteni is kell. Tehát ez azt jelenti, hogy lesz számonkérés, ha önök kerülnek kormányra. Hát a számonkérés szó az egy nagyon rossz hangulatú kifejezés. Tehát hogy nevezni? Hát nézze, ezt is tisztáltuk, hogy mi a célja ennek a valaminek, amit ön számonkérésnek nevez. A legeslegalapvetőbb és a legelsődlegesebb kérdésnek azt tartom, hogy megvalósul-e Magyarországon a számonkérés. Az MSZP-nek ugye ez nyilvánvalóan nem érdeke. A Fidesz egyre halkabban beszél erről a kérdésről, sőt már kezdték felkészíteni a társadalmat, hogy mégsem lesz elszámoltatás. Mi viszont szeretnénk, és nagyon-nagyon boldogok lennénk, hogyha ez megtörténne, nem fog megremegni a térdünk. Ugye a II. Világháború után voltak itt ilyen mindenfajta számonkérő székek, meg népbíróságok. Ez nem a mi világunk. Bárhogyan is alakuljon az országgyűlési választásnak az eredménye, egy biztos, hogy létre fogunk hozni egy olyan a Wiesenthal központhoz hasonló feltáró, tényfeltáró csoportot, központot, nevezzük el akár Pongrácz Gergelyről, egy nemzeti számonkérő központot, amelyik akár a lakossági bejelentéseket felhasználva, vagy akár a politika lehetőségeit felhasználva, igenis megvalósítja Magyarországon a számonkérést. Tehát az elszámoltatásnak én inkább úgy fogalmaznék, hogy a hivatallal való visszaélés megszüntetésének az a célja, hogy az ország megszabaduljon attól az érzéstől, hogy a hatalmat vagy hivatalt viselők mindent megtehetnek. Miközben a kispénzű emberek, vagy az átlagos emberek, ha valamilyen hibát vétenek, az állam már is vércsekért lecsapott van, megbünteti őket, felelősségre vonra, aközben a nagyurak, itt az ország élén állók, azok hátradőlnek, talicskán tolják ki őt meg a barátaik a milliárdokat a különböző állami cégekből, offshore-ba menekítik ki a vagyonukat, elkerülik az adózást, és ezt szótlanul el kell tűrni az országnak. Na ez nem fog menni. Tehát ennek az állapotnak véget kell vetni. Ennek a véget vetésnek, tehát hogy ezt mind meg tudjuk tenni, ennek az egyik nagyon fontos eleme az az, hogy a múltat lezárjuk. Az elmúlt 20 évben a korrupció elleni harca következőképpen zajlott. Az egyik pacsorból fölállt valaki, hogy itt a bizonyíték, hogy te csaló vagy, aztán mi történt, szóltak a háta mögül, hogy ülj már vissza, Lacikám, mert mi is benne vagyunk. Tehát itt mindenki benne volt, sajnos ki nagyon, ki kevésbé, az elmúlt 20 évben a korrupcióban mindenki benne volt. Tehát nagyon-nagyon naív az, aki a jelenlegi parlamenti pártoktól azt várja, hogy majd egyik reggel fölkelnek, és akkor felszámolják a korrupciót. Húzunk egy vonalat, és akkor azt mondjuk, hogy most tényleg elszámoltatás következik, illetve azt mondjátok, hogy nem mehet az úgy tovább, hogy el lehet síbolni egy ország vagyonát mindenféle következmény nélkül. Fölkészültetek arra, hogy mindez, amit tőletek várnak jövő májusban az emberek, az annak megfelelni nem lesz könnyű dolog. Tehát tényleg itt alkotmánymódosítás adott esetben, törvénymódosítások, elszámoltatás. Nyilvánvalóan az, hogy azokat felelősségre kell vonni, akik idáig juttatták az országot. Világossá kell tenni azt, hogy a jogállam keretei között lehet ezt az igazságtételt megtenni, és meg kell próbálni, amit őszinte szóval a legnehezebbnek tartok, politikai és erkölcsi értelemben új fejezetet nyitni, tehát megteremteni a tabula rázát, és ennek az eszközei, módozatai azok, amelyek viszont csak akkor fognak működni, hogyha az emberek többsége ezeket támogatja. Tehát hogyha az emberek, akik most hangosan vagy csak magukban otthon felelősségre vonást, elszámoltatást követelnek a leendő kormányon, mint hogy egyébként ezt hallani a képviselőjelöltjeinktől, hallani akkor, hogyha egy fórumon részt veszünk, hallani a mindennapi érintkezésben, hogy a legfontosabb dolognak ezt tartják az emberek, de abban a pillanatban, mihelyt a kormány mondjuk hozzákezd ehhez, akkor azt mondják, hogy van ennél fontosabb dolgunk is, rakjátok rendbe a gazdaságot, ezzel foglalkozatok, ne a politikai ellenfelejétekkel, akkor tulajdonképpen ezt ők maguk fogják megakadályozni. Tehát summa-summarum, vagy kitartanak mellettünk az emberek, ezt mi el tudjuk érni, hogy ezt végigvigyük, vagy nem tudjuk ezt elérni, hogy kitartsanak mellettünk, akkor pedig újabb csalódás lesz a dolog vége. Az eszközöknél is fontosabb az, hogy van-e bennünk elszánás, és van-e lehetőségünk, hogy ezt megtegyük. Az elszánás megvan bennünk, és a lehetőségünk is megvan, hiszen bennünket korrupciós ügyekkel nem lehet vádolni. Nekem nem kell attól tartanom, amikor bejövök ide a szerkesztőnőhöz a stúdióba, hogy valamilyen korrupciós ügyről fogunk beszélni. Minden egyes szavazónak el kell mennie, minden egyes parasztunkat el kell vinni az urnákhoz, illetve minden potenciális jobboldali szavazót meg kell győzni arról, hogy a Fidesznél van jó helyen az ő voksuk, tehát a Jobbikra leadott voksuk is gyengítik a jövő esélyeit.